Köszöntöm a kedves nézőket! A mai napi üzenet igéje Jeremiás síralmairól írt könyv 3. fejezet 18. versétől a 24. kivonatosan így hangzik. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondolj nyomorúságomra! Mindig erre gondol és elcsügged a lelke. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs mi végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, azért benne bízom. Ki van a fedélzetem? Akkor a tengeren hajóztak, amikor bejelentette a kapitány, hogy egy nagyon keskeny és veszélyes szoroson készülnek áthaladni. 9,5 méter vízmélységre volt szükség, hogy zátonyra ne fussanak. Hamar egy kis motorcsónak közelítette meg a hajót, egy kapitány érkezett. A legénység tisztelgett neki, majd hátra léptek és átengedték neki a hajókormányt. Kapitány úr, ön ismeri minden zátonyt? Nem, de tudom, hogy hol lehet biztonságosan hajózni. Az ő szakértelme tette lehetővé, hogy biztonságosan átkeljenek. Nagy tanulság van ebben a történetben. Engedd Jézust életed kormányához. Tudd, hogy kik vannak veled a fedélzeten. Pál apostol sok hányattatásnak volt kitéve. Isten nem kényeztet, nem spórolja meg nekünk a nehézségeket, hiszen éppen ezek által leszünk használhatóbbakká, terhelhetőbbekké. Átél az apostol is stresszt, csüggedést, nyugtalanságot, kívül harcok, belül félelmek, írja. A hajó útjai során egyszer tomboló szélvihar már az elsüllyedéssel fenyegetett. Ekkor Pál felállt és azt mondta kétségbe esett utastársainak, bizakodjatok, mert egy lélek sem vész el közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, ahogy megmondta. Pál biztonság érzetét az adta, hogy tudta, ki az igazi kapitány. Egy pillanatra sem kételkedett abban, hogy Isten meg fogja tartani ígéretét, és meg fogja őket menteni. Amikor olyan viharokon megyünk keresztül, amelyek megingathatják hitünket, szükségünk van olyan emberekre, akik tudják, mit mond Isten igéje, akik hisznek abban, hogy pontosan úgy fog tenni, ahogy megmondta, nem számít, milyen sötétek a kilátások. Egy alkalommal a fiatal John Wesley is útra kelt, nagy buzgóságától hajtva, hogy az Amerikába, vagy Amerikába hajózva megtérítse a georgiai indiánokat. A hajó óriási viharba került, úgyhogy Wesleynek halálfélelme volt. A naplójába bejegyezte, én akarom megtéríteni az indiánokat, de engem ki fog megtéríteni. Jeremiás felolvasott ige szakaszban életviharokról beszél. A viharban bizony könnyen úrrá lesz rajtunk a félelem, kételkedni kezdünk Isten gondviselésében. Alássa Isten szeretetébe vetett bizalmunkat, és eléri, hogy elfeledkezzünk Isten hűségéről. A félelem akkor támad, amikor úgy érezzük, hogy kicsúszott a kezünkből az irányítás. Minél bizonytalanabbak vagyunk, annál inkább ural ez a kétségbeeső helyzet. Amikor Jeremiás a hullámok helyett Istenre fordította a figyelmét, akkor tudta még megénekelni is a helyzetét. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, azért benne bízom. A vihar nem csillapodott ugyan, de Jeremiás csüggedése elmúlt.
A hit nem kapcsolja ki a félelmet, de elcsendesíti, megfosztja az erejétől, és közelebb visz Istenhez. És az énekek segíthetnek odafordítani figyelmünket őhozzá. Őhozzá, aki jár a vizen, aki tengert csendesít le. Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe az egek fölé, irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mindörökké. Hűséged végtelen, minden nap új áldás árad reám. Hiányom pótolod hatalmas kézzel, hűséged végtelen, Uram, hozzám.